Egy nagyon jó helyzetről, témáról fogunk, jelenségről. Ez már az én életemben jelenség. Lantos Mihály a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, jó reggelt kívánunk! Aki tanulás módszertani tréner. Megtanulni tanulni annyit tesz, mint megtanulni élvezni a tanulást. Ezen áll vagy bukik minden. Jól mondom ezt? Van ennek ekkora Abszolút. Jelentősége? Hát szerintem nagyon nagy jelentősége van. Hiszen, hogyha valamit nem élvezünk, tehát mi felnőttek mondjuk a mosogatást, akkor azt ugye nem szívesen csináljuk. Akkor vajon miért várjuk el a gyerekeinktől, hogy olyan dolgot csináljanak, amit nem élveznek? Azért van különbség a között, hogy az ember megtanul-e okosan, hatékonyan és jó módszerrel tanulni, és a között, hogy még élvezi is azt, amit tanul. Tehát sok minden olyat is meg kell tanulni, amit nem élvez a gyerek, és azt is jobb hatékonyan megtanulni. Vagy azt mondja, hogy ez a fajta öröm, az mindenképp jelen kell, hogy legyen, amikor az ember hatékonyan és jól tanul? Hát én azt gondolom, hogy beszélgetnünk kéne először az öröm fogalmáról, viszont érdemes megközelíteni úgy a dolgot, hogy nullától 6 éves korunkig rengeteg információt sajátítunk el a világból. Tehát rengeteg dolgot tanulunk meg, ha más nem, egy komplet nyelvet például megtanulunk. De vagy az hogy? Vagy kettőt, vagy akár többet. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ezt a gyerek hogyan teszi, akkor soha nem kényszerből teszi. Tehát egy gyereket nem kell arra rávenni, hogy mondjuk tanuljon ma meg 30 szót, meg azt, hogy a múlt időjele egy té, meg két té, mert nem így tanuljuk az anyanyelvünket. De jogos az a párhuzam, amit most van, hiszen a nyelv az egy ösztönös készség. Nagyon keveset tudunk például arról, hogy miért 3 éves korig tanul jobban a gyerek, mint 13 és 16 között. Azért a kémiát bevágni, azt lehet ügyetlenül nyögvenyelősen, és lehet nem feltétlenül örömmel, de hatékonyan és jó eredménnyel. Én azt gondolom, hogy pont az előbb mondta ki a legfontosabb dolgot, hogy ösztönből. Mert hogy nekem meggyőződésem, hogy a tanulás ösztönével születünk mindannyian. Mindannyian úgy használjuk az agyunkat, ahogyan az van egyébként, ahogyan működik. És pont az a baj, hogy 6 éves korunkban történik egy óriási változás. Mégpedig az, hogy átmegyünk az iskolába, ahol egy más tanulási stratégiát kell, vagy kellene elsajátítanunk, ami már nem feltétlen a miénk, hanem vagy megmondják nekünk, hogy kell tanulni, vagy nem, ez a rosszabbik eset. És a gyakoribb? És a gyakoribb eset. És a gyerek, amikor megtanul írni, olvasni, meg számolni, tehát ezeket a logikai képességeket megtanulja, azt egyetlen egyféleképpen tudja megtanulni, méghozzá ismétléssel, gyakorlással, ismétlés, gyakorlás, így tanuljuk meg az ABC-t, a szorzótáblát és mindent. És hogyha senki nem mondja el a gyereknek, hogy ez nem a tanulás, ez a képességek készségszintre fejlesztésére való, akkor a gyerek azt gondolja, hogy ez a tanulás. És hogyha a gyerek így próbál meg utána ismereteket, információkat elsajátítani, akkor ebből lesz az a torz tévút, amit úgy hívunk, hogy magolás. Na most, ugye írt ön már korábban is könyvet, vagy könyveket, most megint írt egy újabb könyvet, ami ugye a szülőknek javasol, vagy tanácsol, vagy ajánl, hogy kézzel fogható tanácsokat ad arra, hogy hogyan segítsék gyermeküket a helyes, az elme működéshez igazodó tanulási módszer kialakításával. Hogyan kell tanítani egy gyereket? Tehát leül mellé a szülő, azt mondja nekem a Rozi lányom, hogy apa, a 3 ismeretlenes egyenleteket tanuljuk. Van olyan? Egyébként? Vagy 2 van, azt tudom. De akkor van 3 is valószínűleg. És akkor már én sem értem a dolgot. Tehát, hogy ezt valahogy el kéne magyarázni a gyereknek. Na de hogy? Én azt gondolom, hogy alapvetően nem a szülőnek kell tanítani a gyereket, hanem a tanárnak. Tehát a tanárnak pont ez a foglalkozása. A szülőknek szóló könyvet pont azért írtam, hogy abban tudjak segíteni a szülőknek, hogy milyen eszközöket adjon a gyereknek a tanuláshoz. És egyébként azokat az eszközöket, amit a szülő egyébként is ismer, hiszen ahogyan az előbb is említettem, 0-tól 6 éves korig a szülő pontosan látta, hogy mondjon a gyerek, pár példát, most nyilván nem a vonalzóra, körzőre gondolt, mint eszköz. Például a kreativitás, a fantázia. Hogyha megnézünk egy gyereket, akinek mesét olvasunk, akkor önök is biztos láttak már ilyet, hiszen szülők, hogy a gyerek kimerevedett arccal így hallgatja a mesét, igen, és ő benne közben forog a mese, de ő nem mesét hallgat valójában, hanem ő benne van a mesében. De ő szó szerint benne van. Le a Mendeleje féle periódusos rendszerrel. Úgy, hogy elkezdünk vele játszani. Én azt tudom megmondani, hogy én mit csinálnék vele, hiszen mindannyiunk tanulási stratégiája teljesen más. Én biztos, hogy elkezdeném lerajzolni, és azokhoz a betűpárokhoz,
amennyire emlékszem kémiából, azokhoz a betűpárokhoz én biztos, hogy párosítanék vagy szavakat, vagy valami játékos információkat, de hogyha a papírra elkezdem leírni, akkor biztos, hogy színeseket használnék, színes ceruzákat, hiszen a jobb agyféltekénk, ami pont a kreativitásért, a játékosságért, meg a humorért felelős, az csak a színekhez kötődik, ő a színekből ért elsősorban, és biztos, hogy a legtöbb hülyeséget írnám le hozzá. Ezt azért hangsúlyoztam ennyire ki, mert én azt gondolom, hogy a hülyeség az egy tanulásmódszertani eszköz. Mert az nagyon nem más, mint a játékosság és játékosság. A humor egyben. Igen. Ez történik, a kreativitás történik a jobb agyféltekünkben, ugye azt mondja, és mi van a másik oldalon, a balban? Hát a bal agyféltek az a logikai rendszerért felelős általában, és úgy működik az információ feldolgozás, hogy ami a külvilágból érkezik információ, az első körben és elsősorban a bal agyféltekén fogja feldolgozni, hiszen ő érti meg a külvilágból érkező információkat, azokat rendszerezi, elemzi, és utána pedig a jobb agyféltekének a játékosságával, a fantáziával, a kreativitással rögzítjük be az információt. Nézzük ezt meg szerintem Krisztián a gyakorlatban. A tanár felrajzolja az osztályban a színusz-koszínusz görbét. Van olyan? Jól tudod? Igen, van. És akkor azt mondja, hogy kedves gyerekek, a színusz az, és akkor levezeti. Na és akkor hogyan tovább? Mert ugye ez akkor a logikus, tehát ez még nem a kreatív, ez nem az jobb oldali agyfél. Ez még a logikus. Ugye? Ez még a bal. Ilyenkor dolgozik a bal oldali agyfélteke minden gyereknek, ott belül minden kattog, és akkor kéne jönni a tanár kreativitásának, aki mondjuk eljátszatja a gyerekekkel ezeket a színusz és koszínusz görbéket. És azt mondja például, hogy mondjuk a Margitka lesz az egyik végpont, a Józsika lesz a másik végpont, és a kettő között mondjuk kifeszítünk egy lepedőt, és a többiek ezt pedig tartják. De ez most ebben a pillanatban nekem ez jutott eszembe. Uh-huh. Viszont én elsősorban azt szoktam tanítani a gyerekeknek, hogy ne azt várd, hogy majd a tanár fogja neked a kreatív agyféltekédet működtetni, mert a tanár az egy remek eszköz a te fejlődésedhez, a tanulásodhoz. De vedd kezedbe az irányítást. Mi akadályoz meg abban, hogy te, ugyanúgy, mint amikor mondjuk 2 éves korodban a mesét hallgattad, ugyanúgy lejátszod az agyadban a színusz és koszínusz görbéket, és hozzá kapcsolsz valami játékosságot, vagy valami humort. Például elképzeled azt, hogy amikor lefelé megyünk, akkor az olyan, mint amikor a hegytetőről jövünk le sível, és közben megkerülgetjük a fenyőfákat. Pontosan ugyanerre gondoltam a színusz-koszínusz görbéről a síelésre azonnal. Olyan, mint egy dom. Mennyire más mindenkinél ez, ami működik. Az egyik kis kártyákat gyárt, a másik halálra színezi, a harmadik felmondja, és utána visszahallgatja, ilyen majd, hogy nem podcastként. Én a jogi egyetemet csak úgy tudtam elvégezni, hogy elszlemmeltem, és eltáncoltam a polgárjogot például. A magolás, az konkrétan a ritmushoz kötődött. Az egyetlen, ami megmentett. Mindenkinek más a saját eszköze. Abszolút így van. Abszolút így van, és a legnagyobb probléma az, amikor azt várjuk el a gyerekektől, tehát egy komplett osztálytól, hogy mindenki ugyanabban az ütemben fejlődjön, mindenki ugyanazon az órán ugyanazt tanulja meg. De a tanártól sem várható el, hogy tudjon mindenkihez alkalmazkodni, vagy igen? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát olyan viszonyok között, amikor mondjuk 30-35 fős osztály létszámok vannak, akkor én sem gondolom, hogy elvárható a tanártól. Éppen ezért tanítom a gyerekeknek azt, hogy vegyék kezükbe az irányítást. Még gyorsan hadd kérdezzük Önt arról, tanár úr, hogy lesz egy központ, ahol megtanítják a gyerekeket tanulni. Hogyan készüljünk erre, vagy mit tudunk erről elmondani? Ez a központ, ez már létezik. Ez létezik, így van, tavaly, azt mondom én is, így van. Tavaly hívtam életre egy tanulásmódszertani központot, ahol a kollégáimmal elsősorban tanfolyamokat szervezünk, egy, illetve 2 napos tanfolyamokat életkortól függően, illetve különböző fejlesztő tréningeket tartunk, illetve fogunk tartani a gyerekeknek a különböző részterületeken. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm. Köszönjük.